Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Déradás. Nyáron is nagy szükség van a segítségre. Két bronzérmet is nyert az olimpián a paksi Pup Noémi. Az olimpikon kajakost kérdeztük élményeiről. Megemelkedett a gépjárműtüzek száma. Tolna vármegyében is többször kellett beavatkozni. Extrém hőség. Gondoskodni kell magunkról és egymásról a nagy melegben. A véradás a nyári hónapokban is rendkívül fontos, erre hívja fel a figyelmet a Magyar Vörös Kereszt Tolna vármegyei szervezete. A balesetek, műtétek miatt a meleg időszakban is nagy szükség van a segítségre. Az egészségügy a nyári hónapok alatt sem áll le, a vérre évszaktól függetlenül nagy szüksége van az arra rászorulóknak. A vér egy olyan gyógyító eszköz, ami természetes módon juthat el csak a rászoruló betegekhez, tehát ha a véradó a karját nyújtja, és fizikálisan elmegy vért adni, és a saját szövetét adományozza. A vér nem állítható elő mesterségesen, tehát ez az egyetlen módja, hogy az embereken segíteni tudjunk. A Magyar Vörös Kereszt augusztus 31-ig a véradóknak ételkupont is adományoz. Amelyet egy adományozó ajánlott fel, amelynek a leírását ugye mindenki meg tudja nézni majd a kupon hátoldalán, és akár egy ételrendelésnél 2000 forint kedvezményben is részesülhet. De természetesen minden véradáson, akár az alapszervezetek közreműködésével igyekszünk a véradóknak valamiben kedvezni, vagy kedveskedni, apró ajándékkal, vagy élelmiszercsomaggal, hol mire van lehetőség. A szervezet egy megújult telefonos applikációval is rendelkezik, amelyen keresztül többek között tájékozódni lehet a véradási helyszínekről is. A véradót figyelmeztetni tudja, hogy mikor jár le a két véradás közötti 56 nap, sőt egy olyan új kezdeményezés is van benne, hogy egy gyors tesztel, akár a véradó önmagát tesztelheti, hogy alkalmas lehet-e a véradásra, ott és akkor, de természetesen az igazi alkalmasságot, hogy a véradó ott is azon a véradáson, amelyre jelentkezett alkalmas-e, az ottani kivizsgálás és az adott értékei határozzák meg. A Magyar Vörös Kereszt Tolna vármegyében augusztus 22-én Tolnán, 27-én Faddon, 28-án Hőgyészen, valamint Tevelen 31-én a Galuska Fesztiválon tart véradást még a hónapban. Paksi kajakosként kettő bronzéremmel a nyakában tért haza a párizsi olimpiáról. Pup Noémi négyesben és párosban is a dobogó harmadik fokára állhatott fel az ötkarikás játékokon. A sportolót kérdeztük az elért eredményekről és élményeiről. A paksi kajakos Pup Noémi számára kiválóan sikerült a 2024-es párizsi olimpia, hiszen két bronzérmet is szerzett. Az elsőt a kajak négyesek 500 méteres versenyében Gazsó Alida Dórával, Csipes Tamarával és Folyt Sárával, a másodikat pedig párosban szintén Folyt Sárával. Az olimpikon már hazatért, Pakson kérdeztük elért eredményeiről. Előzetesen ezt nem nagyon vártuk. Egy éremben bíztunk, illetve egy párosban úgy voltunk vele, hogyha ha döntőbe fogunk tudni jutni, ott bármi megtörténhet. Az, hogy ez bronz érem sikerült ott is begyűjteni, az tényleg egy nagyon extra dolog szerintem. A kajakettesek versenye egészen elképesztő izgalmakat hozott, ugyanis Noémi és Folyt Sára holt versenyben lettek harmadikak a német duóval együtt. Tehát egy nagyon hosszú várakozás előzte meg ezt a végleges eredményhirdetést. Ugye, ha jól tudom, ilyen 5-6 perc telt el a célba érkezéstől és a végső eredmény hirdetésig. Nagyon nehéz volt, mert tehát az a tudat, hogy jó pályát jöttünk, jó helyen vagyunk, és tényleg mindannyian azt éreztük, hogy ez meg lehet. Majd végül azt írják ki, hogy negyedikek lettünk, akkor az ott hirtelen egy csalódás volt. Aztán érkezett a jó hír, Noémiék mégis dobogóra állhatnak. Az is egy nagyon jó dolog, hogy a másik két magyar lány is nagyon örült nekünk, illetve a megosztott harmadik helyes németek is nagyon, nagyon boldogok attól, hogy együtt állhatunk fel a dobogóra. A paksi kajakos most próbál a pihenésre fókuszálni. Nagyon sok elfoglaltság adódik, ugye szerencsére az eredményességből adódóan, de ennek próbálunk eleget tenni, és most már tényleg szeretnék egy kicsit pihenni.
Pup Noémivel ismerős című műsorunkban hosszabban is beszélgettünk, az erről készült adásunkat augusztus 18-án vasárnap 21 óra 30 perckor tekinthetik meg a Tolnatáj Televízióban. Csak úgy, mint csütörtökön, pénteken is baleset történt a 6-os főúton Paks külterületén. Egy kamion, egy busz és egy autó ütközött össze, ez idáig ismeretlen körülmények között. A balesetben többen megsérültek. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A közúti közlekedési balesetekben elhunytak emlékének adózva koszorúzták meg a Bartal György emlékművet Kölest határában. A fiatalember tragikus halála 1936-ban megrendítette a környékbelieket és felhívta a figyelmet az utakon leselkedő veszélyekre. A rendőrség és társszerveik a rendezvényen minden évben kiemelik a biztonságos közlekedés jelentőségét. Az emberek többsége úgy gondolja, hogy mások szenvedhetnek csak balesetet, mások halhatnak ma közlekedési balesetben, engem ilyen baj nem érhet, és ezzel együtt pedig az igaz, hogy bárkit érhet baj. Példa is bizonyíték rá itt ez az emlékmű is, és tulajdonképpen évente 500 ember mondhatná el azt, hogy ő se hitte el, hogy vele ez megtörténhet. Évente Magyarországon 500 ember hal meg nagyságrendileg közlekedési balesetben. Felborult egy gabonát szállító nyerges vontató a 61-es főút 3-as kilométerénél Dunaföldvár térségében csütörtökön. A vontatmány leszakadt a traktor részről és az árokba csúszott. A műszaki mentéshez a dunaföldvári önkéntes tűzoltók vonultak. A balesetben senki nem sérült meg. Országos szinten megemelkedett a gépjárműtüzek száma. Tolnavár megyében 2024-ben már 17 alkalommal kellett vonulni a tűzoltóknak ilyen jellegű esetekhez. A katasztrófavédelem fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet. Az elmúlt egy hónapban 8 égő gépjármű miatt volt szükséges beavatkozniuk a lánglovagoknak. Legutóbb még kedden a 63-as főút 6-os kilométerénél Szerdes külterületéhez kellett vonulni a beavatkozott tűzoltóknak. A szekszárdi hivatásos tűzoltók egy zöld hulladékot szállító, kigyulladt kis teherautó tüzét oltották el, vízsugarak és kéziszerszámú segítségével, egy akkumulátoros feszítő segítségével nyitották fel a gépjármű motorházszetejét. Mint ahogy említettem, parkoló autóban is keletkezhetnek tüzek, itt ez sok esetben szándékosság, azaz a gyújtogatás következtében gyulladt kaphatnak lángra az autók, de nem ritka az is, hogy esetleg egy-egy szomszédos kigyulladt parkolóautóról, szemétárolóról terjednek át a tüzek. Mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük a károkozást és a baleseteket. Figyeljünk el továbbiabban arra is, hogy lehetőség szerint ne gyújtsunk szemet a gépjárművünk padlóján, itt alatt esetben egy cigarettacsikket elejtve vagy eldobva, ez megint csak lángra kaphat, a cigarettacsikkek eldobálását viszont minden esetben mellőzzük, tehát nem csak a gépjárművenben, hanem természetesen ezt a szabadba se dobáljuk ki, ugyanis az pláne itt a nagy szárazság idején nagyon könnyen összefüggő tüzekhez, szabadtéri tüzekhez, erdőtüzekhez vezethet. Menet közben is kigyulladhatnak az autónk, ez szoros összefüggésben van például a gépjármű karbantartottságával, műszaki állapotával, a megtett kilométerek számával természetesen. Itt például az üzemanyagrendszer meghibásodása következtében üzemanyag kerülhet a motortérbe és begyújthatja annak az olajos, illetve egyéb motortéréghető anyagait is. Köves Péter azt is elmondta, hogy mit tehetünk, illetve mit kell tennünk, ha tüzet észlelünk az autóban. Bármilyen esetben, hogyha tüzet észlelünk a gépjárművünkben, biztonságban igyekezzünk félrehúzódni, úgyhogy lehetőség szerint a közlekedés többi résztvevője is figyelemmel legyünk, ami nagyon fontos itt is az idő, mint tényező. Tehát amint megbizonyosodtunk arról, hogy igen, tűz keletkezett az autónkban, azonnal tárcsázzuk a 112-t, és hogyha van nálunk egy 2 kilós porraloltó készülék, csak akkor kezdjünk neki egy tűzoltásának, például egy motortér esetében, hogyha kellő magabiztosságot érzünk, ennek tükrében egy kezdeti tűz adott esetben megerőzhető, de számolnunk kell egyéb veszélyekkel is, mint például egy motortűz esetében egy átforrósodó motor gépháztetővel, itt nyilván a felnyitó karját meghúzva egy résnyi helyünk lesz arra, hogy majd a porraoltó készülék csövét szépen behelyezzük óvatosan ebbe a résbe. Ha a motortérben csapnak fel a lángok, fontos, hogy ne próbáljuk meg teljes mértékben felnyitni a motorháztetőt, mert ennek következtében akár súlyos égési sérüléseket is szenvedhetünk. Kalor Zoltán külhoni magyarságért díjakat adott át pénteken Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője Budapesten.
A politikus az eseményen kiemelte: az összetartozás, amely nemzeti identitásunk záróköve, legvilágosabban az együttműködésben érhető tetten, a feladatok végrehajtásában és a sikerek megünneplésében. A díjat 2024-ben 13-an, 6 ember és 7 szervezet kapta meg Erdélyből, a Vajdaságból és a Diaszpórából. Továbbá a Felvidékről, Kárpátaljáról és Murvavidékről. Lakóház égett Faddon pénteken délután. A Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület 2 autóval, összesen 10 fővel érkezett a helyszínre. Ekkorra a lakó már sikeresen leverte az egy helyiségben keletkezett lángokat egy kerti locsoló tömlő segítségével. A faddi és tolnai tűzoltók az épületrészből közösen kihorták a sérült, égett berendezési tárgyakat, megszüntették a parázslást. A tűz nem terjedt tovább. Továbbra is tombol az extrém hőség. A nagy melegben fontos az egyéni odafigyelés is, de az önkormányzatok vízosztással, párakapukkal is segíthetnek a helyieknek. Így teszik ezt Szekszárdon is. A hőmérséklet az elmúlt napokban több helyen is a 40 fokot közelítette, van, ahol el is érte. A nagy hőségben segítséget nyújthatnak az önkormányzatok, különböző szervezetek is. Szekszárdon már az első forró nyári napok előtt felkészültek a kánikulára. A szokásos párakapukat elhelyeztük azokon a helyeken, ahol már a szekszárdiak a korábbi években is megszokhatták. 3 ilyen párakaput tudunk üzemeltetni minden évben. Ezek a Garai téren, a rendelőintézet környékén, illetve a Babits Mihály Művelődési Központ és a Művészetek Háza közötti területen megtalálhatók. A Garai téren vízosztással is segítenek az arra járóknak. Ezt, hogyha van, úgy, ahogy most is vannak diákmunkásaink, akkor ők végzik, hogyha nincs, akkor pedig a közterület felügyelők segítenek, hogy azok, akik menet közben esetleg megszomjaznak, vagy csak felfrissítenék magukat, azok ezt meg tudják tenni. A nagy hőségben, ha valaki teheti, inkább maradjon otthon, azonban ha erre nincs lehetősége, akkor ki tudja használni a különböző légkondicionált bankfiókok, üzletek helyiségeit is. Ezen bírom. Folyik rólunk a víz, ez az afrikai hőség, ez igazából nem is a fehér embernek való. De annyira kizökkentették a földet már a sarkából, hogy tényleg, hogy az írás mondja, csak tél van meg nyár. Vannak olyan ötletek, amivel azért ezt könnyebbé tehetjük, hogy akár éjszakai is, vagy napközben is, de többször zuhányzunk, rengeteget iszunk, ez azért sokat segít, és hát nyilván a tűzön napban nem jövünk ki az utcára, csak a feltétlenül. Száj, de én nagyon szeretem a meleget. Vízparton a legjobb. A harmadfokú hőségriasztás vasárnapig van érvényben hazánkban. Regionális híreink következnek. Több mint 50 millió forint kár keletkezett, éveket kaphat a mecseki tűz okozója. Négy lábú a vízben, kellemetlen bőrgyulladást okozhat a tavi fürdetés. Határon túli gyermekek orrfűn, vitorlástábort szervezett a Rákóczi Szövetség. Óriási károkat és ezzel együtt óriási felháborodást okozott a mecseki tűz 2 éve. A pécsi járási ügyészség most emelt vádat közveszély okozás és a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt. Az elkövetőre több éves börtönbüntetés várhat, akinek valószínűleg a károkozást is meg kell térítenie. Lángok a Nyugatmecsekben, ezeken a felvételeken. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a 2 évvel ezelőtti esethez. Még helikoptert is bevetettek, hogy megfékezzék a pusztítást. A pécsi járási ügyészség most emelt vádat az ügyben. A dokumentumból kiderült, hogy a vádlott 2021 nyarán költözött egy pécsi külterületi zártkerti ingatlanba. A szemközti telken volt egy gödör, amit a vádlott rendszeresen használt kerti és kommunális hulladék égetésére úgy, hogy sem a tűzgyújtásra, sem a hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályokat nem tartotta be. 2022. augusztus 18-án tűzgyújtási tilalom volt érvényben. A vádlott ennek ellenére kora délután műanyagot, fémdobozokat és háztartási szemetet helyezett el a gödörben, majd azokat egy öngyújtóval meggyújtotta. A keletkező tűz hamar átterjedt, belekapott az aljnövényzetbe, és a szárazság és a szél miatt rohamosan tovább terjedt.
A vádlott és szomszédja megpróbálták eloltani a tüzet, de nem jártak sikerrel. A tűz hamarosan átterjedt a szomszédos ingatlanokra, majd a széljárás megfordulásával a többi irányban is pusztítani kezdett. Összesen 17 sértett telkén okozott a tűz, több 10 000 forinttól több millió forintig terjedő összegű kárt. Három lakóépület teljesen leégett. Az egyik lakóépület úgy semmisült meg, hogy a tűz következtében felrobbant a benne elhelyezett két gázpalack. A Nyugatmecsek tájvédelmi körzethez tartozó erdőrészleteket is érintette a tűz, amit az Orfői tóból kivett vízzel helikopter segítségével a levegőből oltottak. Megsérült a környékbeli áramhálózat is. A vádlott cselekménye következtében több mint 50 millió forint kár keletkezett. Az ügyészség a férfival szemben 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, különösen nagy kárt okozó gondatlan közveszélyokozás vétsége, és 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő hulladékgazdálkodás rendje megsértésének büntette miatt nyújtott be vádiratot. Vádiratában azt indítványozza, hogy a bíróság a vádlottat szabadságvesztésre ítélje. Ilyenkor a halmozati szabályok szerint kell a büntetést kiszabni. Az irányadó büntetési tételkeretet jelen esetben úgy számítjuk ki, hogy a súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménynek a büntetési tételét vesszük alapul, és annak a felső határa emelkedik a felével. Ez azt jelenti, számokban kifejezve, hogy 1 évtől 7,5 évig terjedő szabadságvesztés az, amely kereten belül a vádlottal szemben a büntetés kiszabása lehetséges. Mint ismert, az eset után az elkövető bocsánatot kért minden károsultól, és azt ígérte nyilatkozatában, hogy a károkat a legjobb tudása és szándéka szerint meg fogja téríteni a lehető legrövidebb időn belül. Az ügyészségi szóvivőtől megtudtuk, hogy a rendőrségi eljárás alatt erre nem került sor. A károsultak így a bírósági szakaszban a polgári peres úton kérhetik a kártérítést a mecseki tüzet okozó férfit. A nagy melegben négylábú kedvenceink is szívesen hűsölnek a Balaton partján. Az állatorvos ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy mártózás után javasolt a kutyákat folyóvízzel leöblíteni, hiszen ezzel sok későbbi kellemetlen bőrgyulladást meg lehet előzni. A hőségben kutyáink szívesen mártóznak meg a Balaton vizében, így hűsítve magukat. Ugyanakkor fontos, hogy néhány alapvető szabállyal tisztában legyünk, mielőtt meglátogatunk egy kutyás strandot. Készülődünk reggel a strandra, mi az, amit vigyünk magunkkal? Hát az első és fontos dolog azért az legyen ott az oltási könyv. Mert ugye az a tapasztalatom, hogy bizony történnek balesetek a strandon, harapások, és ilyenkor az oltási könyvvel ugye gyorsan lehet igazolni, hogy a kutyusnak van érvényes veszettségoltása. Ez ugyanúgy vonatkozik az egyéb oltásaira is, főleg akik pedig nagy közösségben mennek, azért egy kenelköhögés elleni vakcináció sem ártana. A kötelező és a javalt oltások igazolása mellett fontos, hogy megfelelő mennyiségű tiszta víz is legyen a gazdiknál. Egyszer, hogy tudjuk rendszeresen itatni a kutyust. A másik meg én mindig el szoktam mondani a gazdiknak, hogy fürdés után a kutyust tiszta vízzel le kell mosni. Na most a legtöbb strandon van lehetőség arra, hogy tiszta vízhez jussanak, szerintem ez egy alapkövetelmény is. Ennek ellenére, hogyha nem árt, hogyha van nálunk bőségesen víz, és akkor ezt meg tudjuk oldani. Olyan kutyusok, akik hajlamosak fülgyulladásra, vagy volt fülgyulladásuk, nem árt, hogyha ott van a fültisztító folyadék, és akkor ilyenkor ezzel a külső hallójáratot is ki lehet tisztítani. Természetesen legyen egy kis törölköző, amivel le tudjuk törölni, meg legyen egy kis fekvő hely, egy kis rongyocskája, vagy egy takarója, amin aztán tud pihenni. Sokan kérdezhetik, hogy vajon miért szükséges leöblíteni a Balatonban fürdőző négylábúakat. Dr. Kádár Tamás szerint sok bőrbetegség megelőzhető ezzel az egyperces művelettel. A Balaton vize, meg általában az élő vizek, azok eléggé szennyezettek. Tehát a homok, iszap, illetve hát különböző apró élősködők, rákocskák, stb. Ezek mind megtapadnak a szőrben. És addig, amíg egy embernél azért olyan komolyabb problémát ez nem tud okozni, bár ott is javasolom a fürdés utáni öblítést, ez a kutyáknál különösen veszélyes lehet, illetve hát a szőrzetbe ott befülled ez minden, és akkor utána egy bőrgyulladás könnyen ki tud alakulni.
A hőség ugyanakkor egyre jobban kedvez a vírusos és az allergiás megbetegedések terjedésében. Ilyenkor az állatorvosi rendelőben is megszaporodnak az ilyen típusú esetek. Előtérbe kerültek a szezonális allergiák, amiknek a következménye szintén lehet egy bőrgyulladás, és ha amúgy is allergiára hajlamos a kutya, akkor egy ilyen egyéb fertőző ágens könnyebben megtelepszik nála. Tehát ez az egyik elsődleges ok, amivel gyakrabban emiatt találkozunk. Tehát az állatok ellenálló képessége sem olyan jó már, úgy látom, mint régen, és ugye a nagy hőség az pedig megviseli a szervezetüket, nem csak direktben a bőrt, tehát az befülethet, hanem az egész immunrendszerüket. És emiatt az ellenálló képesség csökkenésével könnyebben kialakulnak különböző betegségek. Itt természetesen nem csak a bőrgyulladásokról van szó, hanem elég sok ilyen nyári vírusfertőzéssel találkozunk, főleg enterovírusokkal, amik gyomor-bélgyulladást tudnak okozni. A felső légúti vírusok viszonylag ritkábbak, de ugyanez vonatkozik a kötőhártyagyulladásokra, amik szintén gyakoriak, vagy a húzat miatt, vagy akár megint ugye az élővízbe való fürdés után. Ezért is fontos akár a szemnek is a lemosása, letisztítása, oda egy szemkörnyéki tisztító, vagy egy vízinszemcsepp, ez bőven megfelel, és ebben gyakorlatilag akkor ki tudjuk tisztítani a szemét a kutyusnak. Hőség, szárazság idején a por és pollen koncentrációja is igen magas. Az erre érzékeny kutyák tüneteit enyhíthetjük, ha esténként leöblítjük szőrzetüket vízzel, ezzel is csökkentve az ott megtapadó pollent vagy port, amely irritációt okozhat négylábú kedvencünknél. Vitorlázás, kirándulás, orrfűi élmények. A Rákóczi Szövetség tartotta vitorlás táborát a Baranyai településen ezen a héten. A határon túlról érkezett fiatalok vitorlás oktatásban részesültek, és gyönyörű környezetben életre szóló élményeket szereztek orrfűn. Én szerintem ez egy nagyon jó tábor volt, és lehet, hogy jövőre is jövök. Mondja ez a fiú, aki Szerbiából érkezett orrfűre. Az itteni egyhetes táborban a vitorlázással ismerkedhetnek meg a határon túli magyar gyerekek. Félig meddig megtanultam, most kormányozok először a Bahián, azon a nagy hajón, de már mentem először azon a kis optimist hajón, vitorlás hajón. Mi Romániából jöttünk, én Temesvárról. Én Aradról. És nagyon jól éreztük magunkat. Én a tábor előtt semmit nem tudtam a vitorlázásról, de így már harmadik napra megtanultam magabiztosan vitorlázni. Mondják ezek a fiatalok, akik most éppen a vízben hűsölnek. 24 gyerek érkezett Párciumból és Délvidékről, tehát Vajdaságból. Szokott lenni néha szerdai napon egy kis túrázás, gyerekek elmennek például a kilátóba, hogy ilyesmi, onnét megnézik itt a környéket, szép a kilátás, de alapvetően a vitorlázásról szól ez a tábor, meg a lubickolásról is persze, azért elég meleg van. Bordániel azt mondja, a gyerekek szívesen ülnek a hajókba, tetszik nekik a vitorlázás. Szívesen tanulják meg az alapokat ebben a pár napban. Javarészt olyanok érkeznek, akik még sosem próbálták ki a vitorlázást, és érdeklődőek nagyon a vitorlázás iránt. Szerencsére a vitorlázás az egy olyan sport, ami már a tanulási fázisban is nagyon élvezetes tud lenni, és aránylag hamar el lehet jutni arra a szintre, hogy már önállóan el tudnak jobbra-balra mozgolódni a vízen, ilyen kisebb, enyhébb, max. Ilyen kisebb, közepes szelekben. A vitorlázáson és a strandoláson, kiránduláson kívül fontos, hogy ezek a gyerekek megismerjék egymást, bár a Kárpát-medence különböző részéről érkeznek, de mindannyian magyarok, mondja a Bordániel. Különböző magyar lakta tájakról kerülnek ide egy helyre magyarul beszélő magyar gondolkodású fiatalok, és szerintem nekik egy tök jó élmény az, hogy egymással találkoznak. Ezért is szervezi meg nyári táborait a Rákóczi Szövetség, köztük az orrfűi vitorlástábort, hogy nyaranta közös élményt kaphassanak ezek a gyerekek. A Baranyai orrfűn idén augusztus 12-e és 16-a között várták a 10 és 15 év közötti fiatalokat. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Véradás. Nyáron is nagy szükség van a segítségre.
Két bronzérmet is nyert az olimpián a paksi Pup Noémi. Az olimpikon kajakost kérdeztük élményeiről. Megemelkedett a gépjárműtüzek száma. Tolna vármegyében is többször kellett beavatkozni. Extrém hőség. Gondoskodni kell magunkról és egymásról a nagy melegben. Szombaton a nappali maximum hőmérséklet mérséklődik valamelyest, de még így is 30 fok feletti értékek látszanak jellemzőnek. Az időszakosabb, szűrtebb napsütésben marad a füllettség. A változó felhőzetből napközben is előfordulhat itt-ott záporeső zivatar. A hosszú hétvégén és még a rákövetkező egy-két napban is térségünkben maradhat a jelentős légköri bizonytalanságot okozó hullámzó frontrendszer. Várhatóan mérséklődik a hőség, de füllett marad az idő. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!